2023-as év a Szexárdi Vosinski Mor megyei múzeum számára egy sikeres évnek számított. Az igazgató, Odor János elmondta, a Covid miatti bezárások megnehezítették az intézmény helyzetét, ugyanis a kiállító tereket ideiglenesen be kellett zárni. Az újranyitás után a látogatók száma több mint 40 ezerre ugrott nagy jelentőséggel bírt az elmúlt esztendőben a Magyar Géniusz Vándor kiállítás, amely sok érdeklődött vonzott a múzeumban. A múzeumnak van egy alapfeladata a gyűjteményeknek a gondozásával kapcsolatban. Ugye gyűjtünk, megőrzünk, bemutatunk, feldolgozunk nagy közönség számára különböző formába. Ezt is azért tudtuk, produk me, tudtuk hozni, és megjelent a múzeumunknak a szokásos évkönyve, tehát tudományos értelemben és a múzeum adott, tudott adni jeleket a külvilágnak, pályázatokat sikerült nyerni ebbe a témakörbe. Öm, gyarapodott a gyűjteményünk, talán a raktárainknak a helyzete is egy nagyon picit jobbá vált, mert azzal is kellett azért sokat foglalkozni. Öm, Persze ez nem feltétlen a optimizmus, hiszen nagyon sűrű és nagyon telítettek a raktáraink ez a mozom egyik legfőbb problémája. De, de azért mégis mindig igyekszünk valahogy kicsit előrébb jutni ebben a területen is. Az intézmény 2024-ben számos érdekes és új kiállítással programmal készült az érdeklődők számára. A múzeumnak négy kiállítóhelye van, két irodalmi vonatkozás, a Babicsház irodalomháza, a Vármegyeháza, illetve a múzeumnak a főépülete. Ezek közül a megyeházán, illetve a múzeum főépületében vannak időszaki kiállítóhelyek, ahol tudjuk fogadni azokat a kiállítási anyagokat, vagy ahol saját magunk készítünk kiállításokat, és természetesen ez az egyik fő szempont, hogy minden évben részben fogadjunk Tolna Vármegyéhez kapcsolódó művészeti történelmi érdekességeket felvonultató műtárgyakat, illetve a saját magunk is csináljunk Szexár történelmihez, vagy Tolnavár megye történelmihez kapcsolódó tárlatot. És ez mind a kettő ilyen értelme megvalósul. A vármegye házán három kiállítást tervezünk. Az egyik Balogh Sándor Péter szobrászművész és József Házenöl festőművésznek a közös kiállítása lesz. Nyáron Vejsz a grafikus művész, aki közelmúltban szexárdi elismerést vehetett át. Ő lesz egy kiállítás, az év pedig a Máriás Béla festőművésznek egy új anyagát ismerheti meg a közönség. A mozan főépületébe viszont kihasználva a, a, Magyar Géniusz Vándor kiállítás adta lehetőséget, mi szerint itt felújításra került a múzeum földszintjén a folyosó, illetve két nagy terem. Ebbe a helyszínbe egy olyan új kiállítást tervezünk, ami valamikor májusba, júniusba fog megnyílni, és egy kerek évfordulóhoz kapcsolódik. A Gemenc Nagydi, az a legnagyobb kerékpár ország legnagyobb kerékpáros rendezvény 50 esztendeje indult el, és ennek apropóján a karöltve helyi sporttal foglalkozó szakembereket egy történeti, sporttörténeti kiállítást fogunk létrehozni, és nagyon reméljük, hogy a szexárdiaknak a nagy örömére, hiszen ez is egy olyan hagyomány, egy olyan program, amire méltán lehetünk büszkék. A múzeum egyik alap feladata, hogy Tolna vármegye területén is ellásson nem csak régészeti feltárásokat, hanem és segítséget is nyújtson az, azt, az iránt érdeklődő közösségek, gyűjtemények számára. Ennek egyik ilyen sajátos és korábban eddig még nem létező új programja fog a 2024. év első felébe megvalósulni, a Nemzeti Művelődési Intézettel karöltve. Két olyan kistérséget választottak ki központilag az egyik Dombovári kistérség, illetve Simontornyi kistérségnek a különböző települései, ahova ilyen múzeumi szolgáltatás jelleggel múzeum andragógiai, tehát időseknek szólóan történeti előadásokat fogunk tartani, illetve múzeum pedagógiai, tehát fiatalok számára szóló előadásokat tartanak a kollégáim, illetve egy rollap kiállítást is fogunk vándoroltatni. A múzeum a tudományos tevékenységét folytat fogja a 45. évkönyve is megjelenésre kerül, ami a múzeológusok tanulmányait valamint a Tolna vármegye történeteit foglalja össze. A tavaly év megjelent 2021-es konferencia kötet, ami a török korban itt élő rác balkáni népességnek a régészeti hagyatékával foglalkozik, annak például most nem sokára február elején lesz Szexádon, majd később Budapesten egy bemutató kötet bemutatója. Ezen kívül Szintén szeretném a nagyközönség figyelmében ajánlani a Magyar Géniusz Vándor kiállításnak a szintén a héten megjelent katalógusát amit nálunk a könyvtárban az érdeklődők megtekinthetnek, tehát ez árusításra nem kerül, de azt gondolom, hogy nagyon szép kiadvány sikeredett, illetve folytatni fogjuk természetesen a hónap műtárgyasorozatunkat, sorozatunkat, és nem csak a magukkal a, minden hónapban elkészülő tárgyleírásokkal, hanem négy évente csokorba szoktuk gyűjteni ezeket a tárgyakat, és önálló kiadvány formájában is megjelentetjük.